elérkeztünk ennek a hosszú hétvégének, ugyanis elérkeztünk ennek a hosszú hétvégének, ugye a záró eseményhez, az eredményhirdetéshez, amihez rögtön szeretném átadni a szót a zsűrinek, illetve majd később a játékban. Jó, hát akkor kezdem én. Igazából most semmit nem látok, de szerintem ez egy hatalmas dolog, hogy ennyi embert meg tudott idén mozgatni ez az egész. Tehát hogy azt hiszem több mint 300 előadó volt és 17 előadás. Amiket az értékelésnél, vagy amit nálam szempontok voltak az értékelésnél, az volt, hogy mennyire ragadott magával a darab. Tehát amikor azt éreztem, hogy hirtelen nem figyelek arra, hogy egy székben ülök, vagy hogy jegyzetelnem kéne, az mindenképp jó pont volt, és szerencsére nagyon sok ilyen volt. És amit még külön szeretnénk megdicsérni, az az, hogy nagyon sok olyan darab született idén, ami tanári közreműködés nélkül jött létre, és hogy szerintem ez hatalmas dolog, hogy a diákok amellett, hogy nagyon sokat kell tanulni, valószínűleg volt arra energiájuk, hogy összeadnak ilyen darabokat, és nem csak szereplőként rendezünk, nincs részt vegyenek benne. Remélem, hogy senki nem lesz csalódott, mert ezt Kenszenáról is elmondta, minden darab különleges volt valamilyen szempontból, és ez egy nagyon szubjektív dolog, de reméljük, hogy majd esetleg a közösség szavazatai kompenzálják azt, amit mi hoztunk, hogy mindenki boldog legyen és elégedett, de gratulálok mindenkinek, és nagyon jól érzem. Nem már! Ne legyetek már ilyenek! Nem a dolgot. Nem vagyok benne biztos, hogy most 10 butok jobban, vagy mi, nekem itt szakhatol valahol valami. Tehát azt mondom, hogy ami nálam nagyon fontos volt a 12 előadás során, az a művészeti megvalósítás, hitelesség, szövegválasztás, az előadásmód, térhasználat, díszlet, jelmez. Számos olyan szempont belül ilyenkor fel, amit úgy muszáj és szóhatatlanul is egyszerűen befolyásolja a hallgatóságot, figyelemmel kíséri az egész darabot, figyelemmel kísértük, és végignéztük azt, ahogy tulajdonképpen az első pillanattól kezdve a végig milyen gondolatmenet szerint épültek ezekből, mit jöttek létre. Azt gondolom, hogy a mai sokszor nyilván nagyon közhelyesnek titulált rohanó társadalmunkban, amikor ezzel a kifejezéssel szoktunk élni, egy ilyen tevékenység, ez a szó nem semmiképpen sem negatív értelmében bárját lépjükből tevékenység. És az, hogy itt vagytok, és ezzel foglalkoztak, és ahogyan ezt említette Dorina is, hogy a tanórákon kívül esetleg délutáni kötelező alkalmakkor osztályokon átívelő produkciókon keresztül, ez egy nagyon értékes és nagyon fontos dolog. És azt gondolom, hogy teljesen mindegy ilyen szinten, hogy ma ki milyen minősítés kap, hiszen tényleg ez egy szubjektív műfaj, és lehetséges, hogy holnap, vagy holnap után, vagy akár egy órával később, amikor a kezdeti izgalom mindenkiről lehullott, mert azért mindenki izgult valahol belül, bizonyára sokkal inkább más került volna előtérbe, vagy bizonyos alakítások még jobbak lettek volna. Ami tény, hogy ilyen létszámmal nem volt a reportágosan gimnáziumban diákszíjátszolásban, szerintem egy fantasztikus dolog, hogy több mint 300-an, 12 produkcióban érkeztetek ide, és a zsűri most a díjazási tevékenység során is azt gondolom, hogy ez mindenképpen látszani fog, és amit csak tudtunk, azt gondolom, hogy egyesébe jutottunk minden így odaítélésénél, és szeretném a magam részén ezt megköszönni, ezt a másfél napot, és nagyon gratulálok minden egyes résztvevőnek, felkészítő tanárnak, és a művészeti rendezvénynek, a művészeti megvalósítónak. Köszönöm szépen! Két percig fogunk beszélni, de minden fontosat szeretnék elmondani, hogy én hallottam erről a fesztiválról, hogy a Trefornak van egy házi fesztiválja, és el akartam ide jönni, és akkor hívtak zsűrizni, és ez nagy öröm volt.
mert szerintem ez rendkívül és nagyszerű, főleg a 17 előadásban. Meggyőződésem, hogy a színjáték az egy nagyon hasznos tevékenység, mondjuk én ebben keresem a kenyeremet, tehát persze, hogy ezt vallom, de szerintem az egy határátlépés, hogyha kiállunk egy térbe, és egy figurát vállalva vállaljuk önmagunkat, és az a tapasztalás, ami ebből megszületik, közös alkotás mellett, az tovább vihető. Tehát, hogy az élet más területén is egyszerűen elményesebb, potensebb, viccesebb, szuggesztívebb, jobban beszélő, jobban megjelenő emberek lesznek. És azt akarom még elmondani, hogy az Országos Diák Színjátszó Egyesület nagy országos fesztiválján régiók vannak, és nem egy olyan régió van, ahol kevesebb színjátszó és kevesebb előadás jelenik meg, és nem egy olyan régió van, ahol az előadások átlag színvonala nem éri el azt. Tehát, hogy ezek jók is voltak. Kérdezték, hogy fáradok-e, én nem fáradtam, nekem színházi élményeim voltak, és ez egy nagyon magas szintű fesztivál volt. Nem hiszem, hogy még egyszer lehet egy ekkora nagy kicsúcsosodás, 17 előadás, de ha lehet, az szerintem szuper. De ha az is szuper, szóval nagyszerű van egy fesztivál. És nagyon jól nézitek egymást. Nem ellendrukkerként, jó nézőként, kíváncsian. Ami pedig kell a színházhoz, hogy valaki nézze. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem. Első körben különböző fokokat szeretnék átnyújtani a 17 előadás készítőinek, alkotóinak, hogy szeretnénk megkérni minden egyes csoportból egy főt, hogy tudjuk jöjjönni, és azért már legyen. Ez a szexuális, hogy csak kiújtászban. Csoportunk, hát ma majd bronz minősítést, vagy bronz fokozatot elnézést kérek, kaptak a következő előadások. Hazudós egér. Szintén bronz fokozatot kap a Mach és Sevesztova című előadás. Ugyancsak bronz fokozatot kap a Komédia Művészete című előadás. Szintén bronz fokozatot kap a Macbeth című előadás. Ugyancsak ezüst fokozatot kap a Lucy Straté című előadás. Ezüst fokozatot kap a Placebo című előadás.
Részesíteni a díszlet kimagasló színvonaláért. Az egyik a Szent Iváni... Szent Iváni Álom című előadás Peter Pannáé. Köszönöm.
A zsűri úgy döntött, hogy kiad külön díjat a legjobb kabinett alakításért. Az azt jelenti, hogy zárt egység, tehát kabinett egy, ugye még az epizód szereplőnél is zártabb önálló egysége egy előadásnak. Ezt a díjat Kéthelyi Máté kapja a Star Jetterlet. Fesztivál legjobb női mellékszereplője, Kolossai Lilia Thank you.
amivel ott felejtettük, de majd ezt a diákokkal oda fogjuk majd mondani. Jancsa az egész fesztiválon gyújtott alakításáért fog ugyanilyen külön díjat kapni. Bocs Benedek! De azt hiszem, van egy olyan szeretetbetöltő, vagy olyan munkát ellátó, aki ezt kötelességünk és természetesen érdekel. A diéta a 19. Színjátszó Fesztiválon a kiemelkedő rendező tanári tevékenységéért Bozóki Gabi. A történelem hátulra Yeah.
tehát hogy nagyon sok szempont került föl, nagyon sok sokat vitatkoztunk ezen. Nem vitatkoztunk sokat, tök egyértelmű volt. Tök egyértelmű volt. Igen. Hát az udvariasak mondták, hogy nem. A 19. Szijjátszó Fesztivál legjobb fesztivál előadás díját kapja a Lopót. Azokat a reportos tanárainkat is, tanáratokat, kollégáimat, akik elviselték a fesztivál előkészületét. És ami a legfontosabb, és akik a kimagaslóan legnagyobb tapsot kell, hogy kapják, az elmondom, és utána tapsoljátok meg, a hang és vége. A szó legszorosabb értelemben 7 nap alá éve dolgozott. A két oszlopa van ugye a hang és fény csapatnak, csapat... Együtt csapatják... Úgyhogy és ők tényleg az elmúlt napokban ugye nem csak a előadások hang és fényzetek állt, hanem a többi hang és fényzetek is munkálnak a formálását végezték, megtanítani nekik ugye a technikának kezelését, ugye ez egy olyan dolog, amiről volt egy pillanat, akkor elkezdtek nekem magyarázni kábelekből. Amikor valami nem működött, és Tucu lelkesre elkezdtem mondani, hogy bemegyek, hogy jár, és akkor mondtam Tucunak egészen őszintén, hogy semmi esély, hogy én ezt megértem. De aztán valahogy mindig minden megoldott, és nagyon fontos az, hogy néhány óra csúszás volt ma a nap végén, az annak is köszönhető, túl az, hogy mindenki tette a dolgát, a hang és fény volt ilyen professzionális. Még egyszer! Még szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek, így is most mindenki vegye magára. És mind a diákság nevében. És mind a tanárság nevében. Így van, úgyis...
Hát az egyik az, hogy egy ilyen lehetve van egy exhibicionizmusok kiérésének. De nyugodt. Meg a másik, amit viszont komolyan volt itt az elmúlt másfél-két hétben, valahogy egyre inkább, ahogy lehetnek múlt a kapok, azt kérdezték tőlem sokan, hogy bírod. És ez egyre inkább ilyen aggódó arccal kérdezték. És én mindig azt válaszoltam, és a legjobb őszintében, mert ugye azt mondtam erre, hogy messze elé dolgozom a legtöbbet ezzel az egészen, sőt szerintem az első 20-30 nap biztosan nem vagyok benne. Mert mi ugye a keretet adjuk az egészhez, a tartalom az kiadtok, akik az előadásokat hozzánk. Mi azon vagyunk csak, hogy ez a keret meglegyen, és nagyon örülök, hogy minden magán flottul és gördülékenyen ment, és külön köszönöm a magyar tanár kollégáimnak. Tapsoljuk meg őket is! Megkezdjük ezt a fesztivál hétvégét. Hétfőn és kedden az öt előadásra még várunk mindenkit, aki szeretne eljönni. Jó pihenést, szép!